hogy a tűzoltókorából az ügyen néhány ünnepszeg. Ünnepélyes fogadalomtétellel indult, majd oklevél és ajándékátadásokkal folytatódott a pénteki szakmai nap Sáráspusztán. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság már hagyományosan itt szervezi meg tűzoltó szakmai táborát, ami igen népszerű a fiatalok körében. Ezen a nyáron két turnusban több száz általános iskolás táborozhat a tűzoltókkal, az előre tervezett programok és foglalkozások mellett pedig a gyerekek a tűzoltó szakma csinyát-binyát is megtanulhatják. Alapvetően ez egy tűzoltó tábor, amelyet a megyei katasztrófa igazgatóság, illetve a megyei tűzoltó szövetség közösen szervez. Itt a gyerekek a tűzoltók fogásokat tudják megtanulni, természetesen bevontuk a társszerveket is ebbe a képzésbe, táborozásba. A rendőrség kresszoktatást tartott, a Vöröskereszttől elsősegélynyújtási, illetve újraélesztési ismereteket tanultak meg, a honvédség, a katonák megtanulták őket menetelni, de természetesen sor került a mobilis látogatásra, illetve úszoda látogatásra is, hogy mindenki jól érezze magát. Mai nap folyamán majd lesz egy kis tűzoltó bemutató, és gyerekek számot tudnak adni a szülők számára, és mit tanultak ezen a héten. A táborozók be is mutatták szüleiknek és az érdeklődőknek, hogy mi mindent tanultak az egy hét során. Kis motorfecskendőszerelés, sugárszerelés, célba lövés puttonyfecskendővel és tafétafutás is szerepelt a programban. Ezeket többé-kevésbé el is sajátították a fiatalok. A 12 éves Janics Boton Sopronból jött táborozni, és nagyon élvezte az egész hetet. Igazából azért érzem magam ilyen jól, mivel úgy érzem, hogy én egy sikeres hetemen vagyok túl, és közelebb kerültem a tűzoltói szakma fortéjaihoz. Igaz, volt pár nagyobb kihívás, de sikerült mindent letudni a társak segítségével. Mi az, ami tetszett, mi az, ami kevésbé, miben vagy mondjuk nagyon jó? Hát nagyon jó szerintem, semmiben nem vagyok, de például én nagyon szerettem ugye ezt a rendőr pozíciót például a szituációban, és azt is sikerült elérnem, ennek nagyon örülök. Hát például amiben jó voltam, az még talán a tömlőnek a kiúrítása volt. A tűzoltó tábornak töretlen a népszerűsége, a lánglovagok munkája sok fiatalt érdekel. A szervező igazgatóság helyettes vezetője szerint biztosított az utánpótlás. 90-es évek elejétől kezdve szerveződik ez a tábor, azon ennek most már hagyományai vannak, és nagyon sokan már számítanak erre a táborra, már előre jelentkeznek. Én azt gondolom, hogy toborzási problémáink nincsenek. Az első turnus tehát sikerrel zárult, ezen a héten pedig általános iskolások újabb csoportja népesíti be a Sáráspusztai gyakorlótábort.